A Bihari Gyerekesély Iroda, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár és a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság szervezésében áprilisban indult el a Cigánykerék Biharban. A több településen zajló programok keretében kiállításokat, mesemondó és rajzversenyeket szerveztek. A Makkálmán mozi Berettyóújfaluban már második alkalommal szolgált helyszínél a programoknak. A május 27-én Pató Szelem alkotásaiból nyílt tárlat után itt rendezték meg a mesemondó versenyt, és hirdették ki a díjazottakat a beérkezett rajzok alkotói között. A mai napra Bihar összes településén, iskoláiban meghirdettük, ahol iskola van, meghirdettük ezt a cigány-roma mesemondó és rajzversenyt. Nagy örömünkre 51-en jelentkeztek a mesemondó versenyre. Sajnos a mai napon nem tudtak úgy kb. 10-en eljönni, de így is legalább 40 diákunk van, és két korcsoportban rendeztük ezt meg, az alsó és felső korcsoportban. És 171 rajz érkezett be az irodánkban. Ez egy hatalmas szám volt, tényleg feladta a zsűrinek a leckét. Domb Géza festőművész úr segítkezett, tehát a laikus szemek mellett, ahogy én is benne voltam a zsűribe, és kolléganőm Mátyó Katalin, egy értő szemek is, és vizsgálták a képeket, és nagy segítségre volt Domb művész úr abban, hogy kiválasztottuk a tényleg legszebb és legkidolgozottabb rajzokat, aminek meg is volt a átadása a mai napon, ahol első és másik korcsoportban is három díj, mert első, második, harmadik díj, melyet külön díjat is kiosztottunk, ahol az oklevél mellett természetesen ajándéktárgyakat is kaptak, ami a rajzot fogja inspirálni továbbra is náluk. Tehát rajzfelszerelést kaptak. A rendezvény elején Muraközi István polgármester megnyitó gondolatai után Rostás Farkas György, József Attila és a Magyar Köztársaság babérkoszorúja díjas költője, a zsűri tagja köszöntötte a rendezvényt és a résztvevőket és létrehozókat. Megtelt a szívem, és csordulásig a szemem is könnyel. Ilyenkor érzem csak, úgy Isten igazából, hogy milyen jó cigánynak születni. Tehetséges gyerekekkel hozott össze a jó sorsom. Itt élnek Biharban. Oda kell rájuk figyelni, mert kincsek ezek a gyerekek. Olyan remek műveket láttunk itt. Hát ez a színvilág a világon egyedülálló, mint ahogy a cigányok kultúra is, az egyetemes emberi kultúra szerves része. Szívesen jövök, ezért fogok, és így tollal harcolni. Én ilyen harcos vagyok. Európa legnagyobb kisebbsége vagyunk. Itt vannak ezek a fiatalok. Saját erejükből nem tudnak helyzetbe kerülni. Segítségre szorulnak, de ahhoz, hogy segíteni tudjunk, előbb minket is segíteni kellene. Cigány kulturális autonómia. Igen, múzeum, színház, egyebek. Európa legnagyobb kisebbsége, és nem csak Magyarország legnagyobb kisebbsége vagyunk. És mit jelent ma Magyarországon cigánynak lenni? Mindig vegyes érzelmmel karolnak a fejembe. Hát nem azért vagyunk itt, hogy kiballagjunk Amerikába, vagy kivándoroljunk. Nem. Mi itthon vagyunk. Jelen vagyunk jelenlétünkkel. Nem vagyunk hajlandóak. De aki a nyelvét, a kultúráját feladja, az elveszett ember. Hát őriznünk kell, amit több száz éven keresztül őriztünk, ápoltunk, féltett kincsként. Mert ez a sajátunk. A szívünkben, a lelkünkben, és hordozzuk. Úgy, mint keresztet, vagy mint hátizsákot. Magyarországon annyi cigány értelmiség van, mint Európában együttvéve. Én járom a világot 1971 óta. Én mindig boldogan, szívesen viszem a magyarok üdvözletét Párizsba, Brazíliába, Indiába, mindenhova. Büszke vagyok a magyarságomra. De egyúttal a cigányságomra is, mert együtt van a kettő jelen bennem. És jól elférnek egymást, mert ha már a sorsunk így összelelkedett. Utcú édes talisznyám, add ki a magadét! Hát csodák csodájára annyi enni és innivaló termett a kutnál, hogy azt sem tudta, hogy melyikhez fogjon elő. Ez a mai Cigánykerék című projektünk egyrészt folytatása, és egyrészt egy picit lezárása is, hiszen vége felé tart ez a
Esélyt egy bihari gyermekeknek című projekt. 2013. május 1-én kezdtünk. Eredeti zárási időpontunk 2015. április 30. Viszont a projekt a Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia része, és ezt mind az Unió, mind a magyar kormány kiemelt fontosság, stratégiai fontosságúnak tartja. Ezért már most kaptunk egy hosszabbítást szeptember 30-ig. 29 településén vagyunk ott a kistérségnek, tehát minden kilométerkőnél ott vagyunk, hogy így mondjam. Nagyon sok projektünk volt, építkeztünk, programokat valósítottunk meg, kisket programot vittünk véghez. Hogy csak a főállomásokat kiemeljem, két gyerekház és közösségi házat újítottunk föl az önkormányzatok által biztosított ingatlanon, Biharkeresztesen és Komádiban, ahol közösségi ház és biztos kezdett gyerekház működik. Nagyon szeretik, megszokták az emberek itt a biztos kezdetházakba, 0-3 éves korig mennek a picik az édesanyjukkal, és ez a különbség a bölcsődével szemben, hogy itt a szülők is, főleg az édesanyák ott vannak, és az édesanyákat is fölkészítik, tanítják arra a munkatársaink, szakemberek, hogy hogyan tudnak foglalkozni a gyerekeikkel, hogyan tudnak együtt játszani, hogyan tudják az óvodába, iskolába való jutást megkönnyíteni, ezt a folyamatot megkönnyíteni. Emellett egészségügyi programjaink voltak, az egész kistérség teljes elsős, harmadikos, ötödikes és hetedikes évfolyamát szűrtük látás, hallás, anyagcsere, mozgásszervi területen, ezt egészségügyi szakemberek, védőnök, természetesen nem mi, gyógyászati segédeszközöket biztosítottunk ingyenesen a rászorulóknak. Családi kör című nagy programunk volt még, amely minden településen volt. Itt tematikus rendezvények voltak. A komplexitása a programnak itt koncentrálódott, hiszen kéthetes vagy hetes váltásban ott a családokkal, a gyerekekkel foglalkozó minden szakember részt vett benne. A egészségügyi szakemberek, pedagógusok, tehát oktatási szakemberek, szociális szféra, családsegítő, önkormányzati szakemberek, volt olyan, ahol polgármester tartott foglalkozást. Másik, amit kiemelnék még, és amivel későbbiekben is komoly terveink vannak, ez a Mit ültetsz a kertedbe című kiskert program, amely arról szólt, hogy óvodakerteket, iskolakerteket alakítottunk ki. Itt az volt a célunk, hogy egyrészt a gyerekek korai munkaszocializációját elősegítsük, másrészt a családok a kertjeiket, udvaraikat műveljék meg, termeljék meg maguknak a konyhakerti növényeket. Ami még nagyon fontos, a nyári napközik összesen a mostani évvel együtt, tehát a 2015-ös nyárral együtt 26 nyári napközink volt, illetve lesz megrendezve 4 hetes ciklusba. Nyári táboron voltunk, 100 gyereket vittünk Szilvásváradra 2 nyáron, de fontos volt ez is, hogy hegyvidéken remenjenek. Mindegyiknek az volt a célja, hogy komplex legyen, tehát minden szakember részt vegyen benne, akinek dolga van a családoknak, a gyerekekkel. A komplexitását az adja, hogy nem csak a gyermekekre, hanem családokra koncentráltunk, mert így sokkal erősebb alapokat tudtunk nyújtani. A kistérség szinte minden gyerekéhez, illetve nagyon sok családhoz elér, tehát ezres létszámban gondolkodunk. Természetesen mindenütt a programban minden térítésmentesen vettek igénybe, tehát étkezést biztosítottunk, 10 órait, ebédet, rengeteg sportszert biztosítottunk, rengeteg játékot biztosítottunk, kiskert programban vetőmagot, kiskerti eszközöket biztosítottunk ingyen a résztvevő családoknak, iskoláknak. A házakat teljes mértékben felszereltük, tehát a épület felújításon kívül a teljes berendezés, bútorzat, informatikai, multimédiás játék, tehát ott speciális játékok kellenek korosztályi bontásban vagy megfelelésben. Ez pedig 100 milliós nagyságrend, amit a ERFA-ra, tehát az infrastruktúrális, tehát megfogható hardverelmekre tudtunk fordítani. Az Esélyt a bihari gyermekeknek programa támó pályázati forrásból elnyert 600 millió forintból valósította meg célkitűzéseit. Az esélyteremtés által érintett területek között megtalálható a korai képességgondozás, a közoktatás, az egészségügy,
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, a foglalkoztatás, a helyi gazdaságfejlesztés, a helyi kisebbségekkel végzett munka, az információs társadalom fejlesztése, az ifjúság gondozása, a civil szféra erősítése. A pályázatban a kistérség mind a 29 települése bekapcsolódott, így a kistérség sok családjához eljutottak valamelyik programjukon keresztül.